lesz nyitva hamarosan, és látjuk, hogy hamarosan össze nyílt a bővítés, amit szerintem befejezik, és a 18-án képviselői bejárást tartottak Pápán a Szent Anna római katolikus óvodában. Az eseményen többek között dr. Udvardi György veszprémi érsek, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Áldozó Tamás polgármester is részt vettek. Az óvoda kétszintes, több mint 100 éves patinás épületben kapott otthont. A felújítás és a bővítés két ütemben zajlik. Az elmúlt években a Főegyház megyében több óvoda építésre, megújítására került sor. Régóta váratott magára a pápai óvodánknak, egy régi óvodánknak a jelentős felújítása. Szükség volt telekbővítésre is, hiszen viszonylag szűk területen végezték az óvodai munkát a munkatársak. Sikerült évek alatt megvásárolni, ugyanakkor kellett egy nagy lendületet venni ahhoz, hogy a nagyobb lélegzetű felújítást meg tudjuk tenni. Azonban nyilvánvalóvá vált, hogy annyi olyan lehetőségünk nincs, hogy egy évre vagy hosszabb időre a gyerekek máshol végezzék a munkájukat, illetve az óvoda máshol működjék. Ezért úgy kellett megtervezni, hogy a munkákat fázisokra osztottuk, és ennek egy jelentős fázisában a fenntartásunkban lévő katolikus általános iskola alsó tagozata adott otthont a nyári időben az óvodásoknak. Ebben a szülők maximális támogatását élveztük, sőt hozzájárulását. Ugyanígy nagyon jelentős volt az iskolának az együttműködése, és nagyon nagy munkát vállaltak az óvónénik, akik hát lelkesen az új óvoda reményében végezték ezt a munkát. Fontosnak tartjuk, hogy itt is az iskolánk mellett legyen egy erős, stabil óvoda. Ez nem csak az intézményeink számára fontos, hanem az itt lakók számára. Az elmúlt években testvérfelekezetek által fenntartott iskolák, óvodák szépen megújultak, és látszik, hogy nagy igény van erre. Én azt látom, hogy ez a felújítás még nagyobb ajándékot ad a város lakóinak és a jövőnek. Mert azért itt óvodához mindig a jövő generáció kapcsolódik, és egy meghatározó területe a nevelésnek. Óvoda programnak sok-sok lába van, ha lehet így fogalmazni, mert nyilván az önkormányzati és állami óvodák felújítása, illetve újjaképítése is beletartozik. És ennek a katolikus óvoda programnak a része, amelyet a Veszprémi Főegyház megye is vállalt, hála Istennek érsek atya és munkatársai ebben aktív szerepet vállaltak, így azt kell mondani, hogy 4 új óvod és 2 pedig megújult, vagy megújul a Főegyház megye területén, és ennek egyike a pápai. Én azt kell, hogy mondjam, amit láttam most itt a bejáróson, hogy ahhoz képest, hogy milyen nehéz körülmények között kellett mindezt megvalósítani, hiszen új épületrészt építeni, régieknek és újnak az egybenyitása, ráadásul egy szűk, kezdetekben szűk udvaron keresztül az építkezés lebonyolítása, ehhez képest szerintem csodát fognak látni a végén. Én nagyon örülök, hogy a pápaiak ezt be tudták fogadni, nagyon örülök, hogy akár polgármester úr, képviselőtestület, de Kovács Zoltán képviselőbarátom is ebben sokat vállalt, nagy szerepet vállalt, és a magyar kormány részéről ez egy óriási nagy program volt, hogyha belegondolunk, csak a katolikus óvoda programon belül 14 000, közel 14 000 férőhelyet érintett, és ebből több mint 4 000 új jelent szerte az országba, óriási beruházás sorozat volt mindez. A Szent Anna óvoda a Veszprémi Főegyház megye új óvodafejlesztési projektjei mellett az egyik kiemelkedő beruházásunk. Jelentős, hiszen egy működő óvodának a felújítását és annak bővítését is célozta. Amint imént a sajtóbejáráson tapasztalhatták, hogy végigjártuk a működő óvodának a felújított részeit, értve ez alatt a csoportszobák megújultak, fennkórrendszerrel kerültek felújításra, új bútorokat, tárgyi eszközöket kaptak, öltözőszekrényeket, a óvodavezető és a kollégái további tárgyi eszközöket, laptopokat, informatikai eszközöket, mint ahol most per pillanat állunk, látjuk, hogy egyébként megújult az óvodának a teljes belső udvara és környezete,
Ugye vásároltunk egy szomszédos ingatlant, amin korábban megvalósult egy parkoló, ami most éppen építési munkaterület, de majd ez újra parkoló szerepét fogja betölteni, ami mind az óvodai dolgozók, mind a szülőknek a parkolási lehetőségeit segíti. Vásároltunk egy ingatlant, ami szinte teljes egészében bontásra került. Ebbe az épületbe, amit most egyébként újonnan építünk, ebbe kerülnek át olyan funkciók a jelenlegi óvodából, mint a nevelőtestületi szoba, a titkársági szobák, a teljes konyha. Korszerű új elhelyezése kerül az új épületben. És amit még mindenképpen hozzá kell tennem, mert rendkívül fontos az, hogy a óvodának az akadálymentesítése teljes egészében megoldódik, hiszen egy lift kerül beépítése, illetve került beépítése az épületben, étellift és személylift, amivel az óvoda teljes épülete elérhető. Hát ez egy történelmi épület, ahol most vagyunk. Ez mindig közcélt szolgált, és továbbra is közcélt szolgál, így az óvodásokat jelen esetben. Valamikor a ipari szakképzést szolgálta, aztán általános iskola is volt, és 91 óta óvodaként szolgál. Én azt gondolom, hogy a szülők és a helyi közösség megelégedésére. Valóban a városban jó és korszerű óvodák vannak. Gyakorlatilag októberre az új épület részek is elkészülnek, és ugye nagyon nehéz folyamatban, amikor zajlik az óvodáztatás, mellette még építkezni is. Megújult az udvar, gyönyörű szép játszó eszközökkel, és azt gondolom, hogy a város egyik legkorszerűbb, legszebb óvodája lesz egy patinás épületbe.